Második alkalommal szervezett rendhagyó történelmi versenyt a Magyar Kanizsai Jován Jovanovics Máj általános iskola. A május 15-én az iskola dísztermében tartott vetélkedőn 13 hetedikes, 8-os diák vett részt, akik a bírálóbizottság előtt mutatták be történelmi kutatásuk eredményét. A vetélkedő első szakaszában a versenyzők interjút készítettek szüleikkel, nagyszüleikkel, idős ismerőseikkel, akik 1960 és 2000 között mesélték el életük fontos állomásait a történelem szemszögéből. Az ezekből a történetekből készített összefoglalót ismerhettük meg általuk ezen a döntőn. Azért is csodálatos dolognak tartom ezt, nem csak oktatás szempontjából, hogy a diákok saját maguk kutatnak, saját maguk járnak utána azoknak a dolgoknak, amelyek nem olyan rég történtek 20-30-40 évvel ezelőtt, hanem talán még fontosabb, hogy a generációkat összehozzuk. Hogy az unoka elmegy a nagymamához és kérdezi a régi dolgokról, vagy átmegy a szomszéd bácsihoz és elbeszélget vele ezekről az eseményekről, holott lehet, hogy különben a hétköznapokban legfeljebb csak egy köszönést váltottak egymással. A generációk összehozása a legfőbb cél ennek a versenynek. Itt kiemelném, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Balassi Intézet támogatta ezt a különleges, érdekes versenyt. Immár második alkalommal, tavaly a második világháború és az azt követő néhány évvel foglalkoztak a riportkészítő diákjaink. Mennyire és miben más az a történelem, amellyel így módon ismerkedtek meg a gyerekek attól a történelemtől, amit az iskolapadokban tanulnak meg? Hát ez más. Más, éppen olvasva a műveket, az interjúkat, lehet, hogy kicsit más, talán életszagúbb ez, amit a szülők, nagyszülők, sőt dédszülők, szomszédok elmeséltek, mint ami a tankönyvben szárazon van leírva. Úgyhogy ezért is élmény volt szerintem a gyerekeknek is, de nekünk tanároknak is. A versenyzők ügyesen ismertették munkájukat, mindazt, amiről szüleik, nagyszüleik meséltek nekik. Én apukámmal, Dukai Ferenccel készítettem interjút, és hát a 60-as, 80-as évekről beszélgettünk, azon belül is, hogy ő neki milyen volt a családi élete, a szórakozása, ők hogy élték meg azokat a korszakokat, mi volt a vélemény az akkori politikai vezetésről, a kommunista pártról, a munkaakciókról, Milosevicsi időkről, hogy mi volt a véleménye neki, akkor a profi sportpályafutás, hogy akkor hogy nézett ki egy profinak, és hát ilyenekről. Ti még nagyon fiatalok vagytok, ezekről a dolgokról hallottatok-e már egyébként? Hát hallani hallottunk, csak nem ennyire konkrétan, és ezért volt nagyon érdekes ezt az interjút elkészíteni, mivel hogy így egy kicsit betekintést nyertünk abba a világba. Az interjú készítés során előjöttek a rossz emlékek is. A legnehezebb rész talán az, amikor a nagyszülőmmel csináltam riportot, és ő amikor a bombázásokról beszélt nekem, mivel az apukám az éppen akkor volt katona, úgyhogy elég nehéz volt neki erről beszélnie, és hát nem is sokat beszélt róla. A zsűri rangsorolta is a pályaműveket. A bemutatott előadása alapján első helyet érdemelt ki Dukai Anett, a második Dukai Boglárka, míg a harmadik Dukai Luca lett.